Bodrog Szentes a Bodrog szlovákiai részén Királyhelmec közelében található, de könnyen ellátni minden sátoralja újhelyik. Itt, a falu határában egy dombtetőn áll a felső Bodrog köz legjelentősebb középkori műemléke, a Bodrog Szentesi református templom. Minden bizonnyal van jelentőség annak, hogy a Szentesi templom az egy hegyen épült, vagy magaslaton épült. Itt a környéken nem jellemző egyébként, inkább síkság a vidékre jellemző. Nyilvánvalóan azért építették valamikor az őseink a templomot dobra, hogy messzire ellátható legyen, illetve magának a falunak a jelentőségét hangsúlyozzák. Nemesi birtok lévén próbálták valószínűleg ezzel is tekintélyt adni a községnek. Innen a templom mögött lévő hegyről pedig akár sáros patakot is látni tiszta időben. Egy teremtemplom, egy félkövű szentélyen és a toronyra, és kavzattal, aminek két oszlopa van. Templom, amelyik ilyen toronnyal rendelkezik, kevés van a környéken is. Látszik rajta, hogy románkori ikerv ablakok vannak, és eléggé keskeny karcsú, ezért körbe van véve vasakkal, amelyek kilognak, hogy fogják a tornyot. Bodrog Szentes Árpád-kori templomának legkorábbi része a 13. század első felében épült, téglából és a kor ismert elrendezésében. Nyugaton állt a torony, előtte a kegyúri karzat, illetve a téglaformájú hajó és a szentély. A 15. században jött a késő gótikus átépítés. Ekkor a hajót bővítették, az eredeti szentély helyére egy nagyobb, sokszögzáródású került. A templom románkori elemei csak a nyugati oldalon maradtak meg. A templom felújítását a Teleki László alapítvány támogatta, a szlovákiai műemlékvédelmi hivatallal egyeztetve. Eredetileg csak a tetőt akarták megjavítani, aztán közös munka lett, mivel a karzatot helyreállító szlovák fa restaurátorok a szlovák állam támogatásából dolgoztak. Amikor ezzel a templommal mi találkoztunk több mint 10 évvel ezelőtt, akkor kezdődött el a felújítás. Az első nagyobb munka az a toronynak a zsindely fedése volt, és ezt egy kárpátaljai csapattal végeztettük, mert ott még akkor a faluban viski csapatról van szó, az egy élő mesterség volt a zsindely készítés, úgyhogy viszonylag olcsón jó minőségi zsindelyt tudtunk kapni. És aztán utána, ugye 2006-ban megszűnt a program, és félbeszakadt a Szentesi templomnak a felújítása, és aztán 2010-ben, illetve 2015-ben, amikor újraindultunk, akkor befejeztük az egész templomot. Ugye ez egy, az is különlegesség, hogy egy árpádkori templomnak a különböző periódusokban történt bővítésével alakult ki ez a mostani. Az utolsó bővítés az ugye 20. század elejé, 19. század végé, és mégis egy kompakt egész, és egy nagyon szép templomról van szó. Úgyhogy az egyik legszebb munkánkra emlékszem a Bodrog Szentesénél. A szentély hálós, bordás boltozata rendkívül kecses formájú, az ablakok szépen áttört, mérműves alkotások. Az ablakok fölött vakárkát, fogazatos díszítés látható, és különösen látványos a román stílusú torony alatt a kapu. Történelmileg gyakorlatilag három fő szakaszra lehet lebontani a templomot. A legősibb része 1200-as évekből származik, hogy 12. században épült maga a templom. Árpád-kori része, ez a szentélyt, a hajó részét, illetve a homlokzatot jelenti. És ebbe épül bele a gótikus elemek, itt a szentélyben például az ablakok, és az északi része a templomnak, az pedig már egy 1907-es kibővítése, illetve ha még a karzatot is hozzáveszük, ami 1794-ben készült, akkor gyakorlatilag nem is három, hanem inkább négy történelmi kor különül el a templomban. A templom legkorábbi változatát a téglák vizsgálata alapján valószínűleg ugyanaz az építészműhely építhette, mint a Bodrog köz magyar oldalán álló híres karcsai templomot. A Bodrog Szentesit viszont a második szakaszban gótizálták, és az is érdekes, hogy a templom egy lejtőben ül. Annyit tudunk, hogy a templomnak nem a szokványos alapjai vannak, hanem kőlapokra építették valamikor a templomot. Ennek talán az is lehet az oka, hogy itt mindig is kőbánya működött a településen.
és hát valószínűleg ennek is lehet köze hozzá, hogy kőlapokra építették a templomnak a legősibb alapjait. Ennek ma egyébként van jelentősége is, hiszen mivel itt robbantásos kifejtéssel termelik a köveket, statikusok, illetve építészek azt mondták, hogy ezek a kő alapok akadályozzák meg azt, hogy a templom falai megrepedjenek. Közelben Király Hermes felé van egy bánya, egy bazalt bánya, és ott robbantanak, gyakran veszek a templom. Ezért a hajóban, meg a szentélyben is rengeteg repedés, hálós repedés található. Nem szerkezeti repedés. De akadt itt másba is, a templom egy-egy nagy eső után beázott. A már felújított templomnál belül észrevettek egy felázást. És hát ugye ilyenkor minden arra gyanakszik az ember, hogy valami a külső szigetelésnél nem működik, és hát Kádi Gyula az elképesztő tapasztalattal rendelkezik, és ő kifigyelte, hogy a beázás az onnan van, hogy a toronyablakon meghatározott irányú esőzésnél befolyik a víz, ami lecsorgott láthatatlanul oda a toronyajba, és szépen ottan áztatta a dolgokat. Mi alapvetően csak a tetőt akartuk megjobbítani, mert ott ázott be. A toronyba csináltunk egy rejtett lapos plétetőt a teljes torony belsőbe, úgyhogy nem tud beállni a templom reményeim szerint. A templom a 16. században lett reformátussá, de törökvész nélkül itt sem élték túl a kort. A krónika szerint jó 400 éve a templomban 40 embert mészároltak le. A maradványaikat meg is találták, és egy régi templomajtó emlékeztet erre, amit a törökök a legenda szerint beszögeltek. Ezek a szögek ma is láthatóak a templomajtón. A református korszak lenyomatát hordozza viszont az 1794-ben készült impozáns, festett kazettás mennyezet és karzat. A történelmi feljegyzések szerint a 16. századnak már a korai szakaszában, tehát amikor a reformáció itt Sárospataki központtal teret hódított, itt a falu lakossága már nagyon hamar, tehát a reformáció kezdeti szakaszában átért a református hitre, a kálvini hitvallást követve, így ebből az időből datálódik a református vallás itt a községben. Egészen pontosan 1598-tól vezetjük, illetve tudjuk a falu lelkészeinek a nevét. 1794-hez fűződik a karzatnak a története, illetve a festeskazettás mennyezettel együtt. Ez azt a történelmi eseményt örökíti meg, amikor a templom legnagyobb felújítási fázisa zajlott, és annak a befejezéseként tulajdonképpen az átadási ünnepségre készült el. 1794-ben ez Miskolci Endre lelkipásztornak a nevéhez fűződik, akkora készült el ez a karzat, mint egy lezárásaként a felújításnak. Abban az időben leírja a lelkipásztor a krónikában, hogy a falunak a temploma olyan romos állapotban volt, hogy gyakorlatilag itt az ablakok kitörve, a padok között rózsák nőttek, illetve nagyon elhanyagolt állapotban volt, és hát még ehhez hozzájárult az is, hogy a templom toronyba egy villám csapott bele, amelynek következtében a templom szerkezete olyan mértékben meggyengült, hogy nem bírta el a harangokat. Ezért van is egy korabeli fénykép, illetve több rajz is, amely ábrázolja, hogy a templom elé egy haranglábat építettek, és annak az átadó ünnepségnek, amikor a templom felújítása elkészült, akkor azt írja a lelki pásztor, hogy 3000 ember gyűlt itt össze a Szentesi domb alján, és annyian vettek részt az átadó ünnepségen, és annak tulajdonképpen a megkoronázására készült el ez a karzat. A templom külső és belső műemléki felújítása 2005-ben kezdődött, és a 2016-os Rómer Frolis terv támogatásával 2017. júniusára készült el. Mára a Bodrogszentesi Református templom az igényes renoválás, az eredeti román és gótikus elemek kiemelésével a Bodrog köz legszebb templomai közé tartozik. Mindig nagyon fontos az, hogy milyen a fogadókészség. És Bodrogszentesen ott mind a polgármester, mind a lelkész, mind a közösség nagyon akarta a felújítást, és nagyon, nagyon támogatta. Tehát ez nem mindenhol van így, és ezért a Bodrogszentesi az egy, tehát a munka, meg az objektum maga, az emlék az nagyon szép volt, nagyon, nagyon magas színvonalú.